ballagása refiben, rangos elismerést kapott a tűzoltó, ezüstmise, jól jár, aki június végéig foglal időpontot. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 23-án 18 óra 5 perckor. Fennállásának 26. tanévében 3 nyolcadikos osztály 69 diákja vett búcsút a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda ballagási ünnepségén az Alma Mátertől és tanáraiktól. A református nagy templomban tartott ballagási istentiszteleten, nagy tiszteletű Koncz Tibor ige hirdetése után, Földváriné Simon Ilona igazgató és Tótné Szucsáki Hajnal Ildikó búcsúzott a végzősöktől. Az osztályfőnök az alábbi gondolatokkal bocsájtotta útjára tanítványait. A búcsú pillanatait nem tudta élni. Van az ezen a pillanatokban valami ünnepélyes, valami jól eső érzés, az elért cél feletti örvendezés érzése. Van bennük megnyugvás és biztatás is, hiszen nem minden egyszerre változik meg körülöttünk. Van bennük szomorúság is persze, mert sajnos a szépül is magunkat kell hagynunk nem keveset, de van a búcsú pillanataiban még örömteli, bizakodó változás is a jövőben. Általános iskolai tanulmányainkat befejeztétek, melyhez szívből gratulálunk. Milyen távolinak tűnhetett ez a pillanat 800 szemével ezelőtt? Lám, mégis eljött. Túléltetek sok apró és nagyobb nehézséget, de talán még több sikeresen megvívott csatát is. Hiszen, hogy mindkét tapasztalatot a magatok javára tudjátok majd fordítani a jövőben. Biztosan megesett olyan is, hogy valami nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, de mindezeket a dolgokat helyre lehet igazítani ezután is. Legtöbbször elég lehet hozzá egy bocsánatkérés, a megbocsátáshoz pedig egy kézfogás, egy mosoly, egy ölelés. Mi ezen a mai napon ezzel a szeretettel szeretnénk utatokra engedni benneteket. Ne felejtsetek el köszönetet mondani szüleiteknek, mindazért a szeretetért, segítségért és elfogadásért, amelyen mindig melleteket álltad. Higgyétek el, ez nem fog változni a jövőben sem. Mi a nevelőtestület tagja is megköszönjük, hogy együtt egyengedjük velük a szüleinket. Az ünnep különös dolog. Különös, mert nem kevés felelősséggel is jár. A múltra való emlékezés kötelez is, hogy vigyük tovább az igazi értékeket, és tegyük hozzá mindazt, amivel saját magunk tudjuk gazdagítani azt a kultúrát, amelynek részesei vagyunk. Zárta szavait az osztályfőnök. Az ünnepi műsorban közreműködtek az iskola diákjai és tanárai. A sport és tanulmányi munkában kiváló eredményeket elért nyolcadikosoknak nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes és Földváriné Simon Ilona adott át díjakat. Koncné Lehocki Krisztina lelkész pedig a fenntartó Református Egyházközség I a gyülekezethez tartozó család adományából két végzős diáknak adott át középiskolai tanulmányaikhoz pénzbeli támogatást. Karcagváros önkormányzata által alapított Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat Szepesi Tibor polgármestertől Kovács Bocskai Vince Timur 8. B-osztályos tanuló vehette át. Vajós Sándor, címzetes tűzoltó őrnagy, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség kiemelt főelőadója a közelmúltban vette át Szepesi Tibor polgármestertől a Karcagváros közbiztonságáért díjat. A méltatás szerint Vajós Sándor kiemelt fontossággal kezeli és végzi a hozzátartozó települések tűzmegelőzési feladatait. Karcagváros érdekében folytatott kiemelt szakmai munkájának köszönhetően számos, a város életét, fejlődését elősegítő beruházás valósulhatott meg. Hivatásának tekinti a karcagi és a környező települések polgárainak biztonságát, ebből adódóan mindent megtesz a tűzvédelmi előírások, jogszabályi kötelezettségek betartatása érdekében. Ezt a több éves, magas szintű szakmai munkát ismerte el az önkormányzat a díjjal. A díjazott 2004-ben szerelt fel,
Ebben a családi indítatás is szerepet játszott, hiszen édesapja és nagyapja is tűzoltóként dolgozott. Eredetileg pedagógusként készültem, pedagógusként végeztem, majd az élet úgy hozta, hogy itt kötöttem ki. Azóta azért végigjárta itt a ranglétrát, most éppen melyik területen dolgozik? Gyakorlatilag ugyanott, ahol felszereltem, a tűzvédelemmel, megelőző tűzvédelemmel, a hatósági vonallal foglalkozok. És melyik a nehezebb, a vonulós tűzoltónak lenni, vagy amikor azért számon kell kérni a betartandó jogszabályokat egy adott cégnél? Mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, a vonulós tűzoltónak nyilván az ő munkája nehezebb, az én részemről meg ez. Az elmúlt két évtized alatt többször előfordult, hogy ismerős családnál történt tragédiához kellett volna mennie. Ilyenkor úgy vélte, az a leghelyesebb megoldás, amikor a személyes érintettségéből kivonja magát, és más intézkedik az adott ügyben. Az ilyet azt gondolom a leghelyesebb megoldás az, amikor az ember megpróbálja magát a személyes érintettségből kivonni, igen, és a kirendeltségvezetővel vagy a vezetőkkel egyeztetve valaki más intézkedik az én ügyekben. Nem bánta meg ezt a pályamódosítást? Semmiképpen nem. Az őrnagy szerint nincs két egyforma eset, mindegyiket máshogy kell megközelíteni, feldolgozni. Minden eset más. Minden esetet máshogyan kell megközelíteni, máshogyan kell feldolgozni, és ez a szakmai kihívás az, hogy megtaláljuk a tűzvédelemnek legjobb megoldást is, illetve a beruházóknak legjobb megoldást. Az OTS nagy változás alatt áll, így a tűzvédelmi megbízottakat, a tűzvédelmi vállalkozásokat, vállalkozókat készítették fel. Az országos tűzvédelmi szabályzat, ami elsősorban ezeket a használati szabályokat előírja, most is egy nagy változás alatt áll ez a úgymond általunk OTS-nek nevezett jogszabály. Pont a mai napon volt egy előadás sorozatunk itt a tűzoltóságon, ahol a tűzvédelmi megbízottakat, tűzvédelmi vállalkozásokat, vállalkozókat próbáltuk meg felkészíteni a 6. hó 13-án bekövetkező változásokra. A díjazott számára a kikapcsolódást a családi programok mellett a tűzoltó kollégákkal való közös horgászás, versenyzés jelenti. Bár édesapja a helyi díszmadár egyesület vezetője, jeles országosan elismert pinttenyésztő, őt nem követi ezen a pályán Vajó Sándor. A díj átvételekor nem gondolta, hogy ő kapja, mert 20 éven keresztül csak végezte a feladatát. A másik gondolata az öröm volt, mert a nagy elődök után kapta az elismerést, ami kötelez is egyben. Hát, megmondom az igazat, borzasztóan meglepődtem. Több érzésem is van ezzel kapcsolatban. Az egyik, megmondom az igazat, az értetlenség. Én azt gondolom, hogy én semmi más nem tettem, mint 20 éven keresztül, minden reggel felkelek és bejövök ide dolgozni, de azt gondolom, hogy ezt rajtam kívül rengeteg ember megtette, tehát fogalmam sincs, hogy miért én lehettem az, akit ez a megtiszteltetésért. A másik pedig az, ha félreteszem az értetlenségemet, akkor az öröm az, hiszen belegondolok abba, hogy kik azok, akik előttem ebben a díjban, ebben az elismerésben részesültek, akkor mindenképpen örömmel tölt el az a tudat, hogy ők sorába emelkedhettem. Családja is borzasztó büszke rá, ami erőt ad a további munkájához Vajó Sándornak. Papszentelésének 25. évfordulója alkalmából ezüstmiséjét tartotta vasárnap a karcagi Szent István király római katolikus templomban Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Papszentelésének 25. évfordulója alkalmából ezüst miséjét tartotta vasárnap a karcagi Szent István király római katolikus templomban Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, aki 2010-ben érkezett Karcagra. 1997. június 21-én Seregély István, az egri főegyházmegye akkori érseke szentelte pappá, majd szolgált Mezőkövesden, Miskolc-Diósgyőrön, Gyöngyös-Felsővámoson és Leányfalun. Az ezüst misén az ünnepi szónok főtiszteletű Babály András nyírbátori plébános volt. Közreműködtek a Györfi István katolikus általános iskola diákjai. A pap életében a 25 év, az ezüst mise alkalom arra, hogy hálát adjon, egy kicsit megálljon. De ugyanúgy alkalom a hívek számára is, hogy egy papi jubileumkor megálljanak és hálát adjanak. Vagyis tegyék össze a kezüket. Tegyék össze a kezüket
azok a helyek, ahol még szolgálnak papok. Mert Európában legalábbis, és Magyarországon is paphiány van. És amikor egy közösség ünnepelés hálát ad, akkor a hálaadása után mindig kér. És most egy kicsit, hogyha magunk elé képzeltük ezt az imádkozó, hálaadó kezet, az első kérdés legyen az, kérdezzük meg magunktól, mikor tettem így össze a kezemet, és mikor, kiért, vagy miért adtam hálát a Jóistennek. Kedves paptestvérem, 1997 óta 25 év telt el, és a papszentelésnek számomra a legszebb mozzanata, nagyon sok szép mozzanat van a papszentelésben, de amire én mindig olyan meghatódottan gondolok vissza, vagy a papszentelésen újra és újra megélem, az az, amikor a papszentelés szertartása odaérkezik, amikor a püspök vagy az érsek a kezét a szentelendő feje fölé teszi. És hogyha voltatok papszentelésen, vagy ti, kedves paptestvérek, visszagondoltok a ti papszentelésetekre, akor ez a kézföltétel, amikor ráteszi a püspök a kezét a fejünk fölé, akkor ott hirtelen csönd lesz. Na, mi tölti be ezt a csöndet? Mert addig szól, a zene, énekelnek, beszélnek, prédikálnak, de amikor elérkezik a legszentebb pillanat, amikor megtörténik a kézföltétel, akkor csend van. És ez a csend jelzi, hogy ott a szentelendővel valami történik. A püspök ekkor adja át a hatalmat. Mert a Szentírás és a Biblia leírása szerint a kézrátétel az a lefoglalásnak a jele is. És amikor, kedves Zsolt atya, 25 évvel ezelőtt, amikor érsek atya a kezét a te fejed fölé tette, akkor ott ő nem a maga nevében cselekedett, hanem annak a nevében, aki téged meghívott, akinek a keze vezetett az életutadon. Gulyás Zsoltot köszöntötték paptársai, előző helyeinek képviselői, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatója Kovács Miklósné, Horváth Rémusz Miklós hitoktató, a Szent István Király Római Katolikus Egyházközség világi elnöke, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. 25 év egy ember életében, de egy város életében is nagy idő. Szépből gratulálok a karcagiak nevében Zsolt atyának ezen jubileum alkalmából, és külön ahhoz, hogy 12 évet itt Karcagon, a nagykóság szívében velünk együtt élt, bennünket szolgált, értünk imádkozott és imádkozik. Külön óriási dolognak tartom ezt, hogy a karcagiak a kunok befogadták. Ez nem egy kis teljesítmény egyébként, jól tudjuk. Tisztelünk és szeretünk, becsülünk, és azt a munkát, azt a szolgáltat, amelyet végzel, azt hiszem, hogy nem is lehet egy ilyen alkalommal sem kifejezni, hiszen hitben, lélekben erősítettél bennünket. Erősítettél, erősítesz, mindig egy támaszt adsz, és erre a mai világban bizony mindenkinek, egyének szintjén, családok szintjén, közösségekben egyaránt nagy-nagy szüksége van. Talán szüksége, mint a történelemnek más, zűrzavarosabbnak és nehezebbnek tűnő időszakaiban is. Átalakul egy világ körülöttünk, és mi szeretnénk azt, hogy a mi nagykun világunk, a mi karcagi világunk, az maradjon meg olyannak, amilyennek szeretjük, amilyennek megszoktuk, és amelyhez ragaszkodunk. Mert hát mi kunok mégiscsak ilyenek vagyunk. Szeretjük az értékeinket, a közösségeinket, és megbecsüljük azokat, akik értünk, imádkoznak és dolgoznak. Az elmúlt 12 évben Karcag gazdagabb lett,
intézményekkel, katolikus intézményekkel, iskolával és hamarosabb órával. Gazdagabb lett azáltal, hogy megismerhett a tágabb közönség és a karcai katolikusságnak a múzeumban bemutatott műalkotásait és kincseit. Könyvek jelentek meg a karcai katolikus családok történetét feldolgozó munkával együtt. Mint publicista is jeleskedtél, és a újságok hasábjain keresztül közvetített hozzánk a Jóisten üzeneteit. A te felfogásodat, gondolkodásodat is megismerhettük ezáltal. És azt hiszem, hogy mindez egy olyan emberi karaktert jelent, amelyre büszkék vagyunk arra, hogy itt vagy velünk, és bízunk abban, hogy a Jóisten megadja azt, hogy itt legyél minél tovább ebben a körben, szolgálj, erősítsd a hitünket, és azokat a célokat, amelyeket kitűztél, azokat lehető legteljesebb mértékig sikerüljön majd elérned. Én mindenhez kívánok a karcagok nevében jó erőt, jó egészséget, sok-sok hitet és kitartást. Györfi Sándor Kossuth Díja szobrászművész és fia, Györfi Balázs képzőművész és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester. Ugyan Zsolt plébános úr ma ünnepli ezüst miséjét, pappá szentelésének 25. évfordulóját, mely hivatásából 12 esztendőnyit Karcagon töltött el. Ebből az alkalomból tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szent Ágoston szavaival, miszerint minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk. Használjuk fel az időt, és a szent idővé válik. Nagy úr az idő, de még nagyobb az idő ura. Minden napunkat neki kell megköszönnünk, és neki kell számot adnunk arról, hogy hogyan használtuk fel az időt, melyet tőle kaptunk. Életünkben vannak olyan események, évfordulók, amelyek különösen is hálaadásra és számadásra indítanak minket. Minden pap életében ilyen alkalom pappá szentelésének évfordulója. De mit is jelent egy negyed évszázad szolgálat? Elsősorban szeretetet, hűséget, megbízhatóságot, lojalitást, mert a szeretetnek nagyon sok formája van, mindközül a lojalitás a legnagyobb kincs, írja a filozófus. Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves Zsolt atya! Ünnepelni jó, mert megszépíti a szürke hétköznapokat, közelebb hozza egymáshoz az emberi szíveket. Igazi értéke és szépsége azonban az együttlétben rejlik. Az, hogy ma ilyen sokan együtt vagyunk, az, hogy ilyen sokan eljöttek, pontosan megmutatja azt a felelősségteljes, önzetlen, áldozatos munkát, melyet a település lakói, lelki, vallási közössége életében, érdekében végeztél. 25 évvel ezelőtt a felszentelésedkor az egyháztól különleges feladatot és felhatalmazást kaptál. Az eltelt negyed évszázad, benne a karcagi 12 év, azt bizonyítja, hogy mind az elhívó Istenhez, mind az egyházhoz, mind a hivatalodhoz, szolgálatodhoz, mind településünkhöz, mind a rád ruházott hatalomhoz is hűséges voltál. Köszönöm azt az együttműködést, amellyel nem csak a vallási közösséget, hanem a település és környéke teljes lakosságát szolgálod. Remélem, hogy az aranymisét is együtt ünnepelhetjük itt, ebben a szép templomban. Isten adjon ehhez erőt, egészséget, önzetlen szeretetet. Szívből gratulálok! Köszönöm szépen! Aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgáztatásához, a vizsga napjáig, de legfeljebb 30 napig még szabályosan használhatja autóját.
A forgalmi engedélyek érvényességét a kormány a járványügyi veszélyhelyzetben június 30-ai határidővel meghosszabbította. A vizsgáló állomások 2020 tavasza óta is folyamatosan működtek, az időszakos műszaki vizsga elvégeztetésének tehát eddig sem volt semmi akadálya. A tavaly előtt márciustól idén májusig lejárt forgalmi engedélyek 85%-át már kicserélték, miközben a papír alapú okmányok helyett nem feltétlenül kell újat kiadni. A friss érvényességi idő a meglévő dokumentumban is bejegyezhető. Felhívták a figyelmet arra, hogy a járművek műszaki megfelelősége biztonságos közlekedésük érdekében az ország 1450 vizsgáló állomásán ellenőriztethető. A tárca figyelmeztetett, hogy július 1-től a lejárt forgalmi engedélyekkel rendelkező autók fűszabály szerint már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. A rendeleti szintű előírások azonban megengedik, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsga időpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb 30 napig még jogszerűen használhassuk gépkocsinkat. Aki tehát júniusban bejelentkezik az időszakos műszaki vizsgálatra, az annak idejéig szabadon közlekedhet. Aki viszont ezt az utolsó utáni lehetőséget is elhalasztja, az már kizárólag a vizsganapján és a vizsgáló állomásig vezetheti autóját a lejárt érvényességű forgalmival. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!